Sziasztok! Már nagyon régóta készültem arra, hogy kipróbáljam távlövésbe a 63 fontos íjamat, amelyhez nyilakat is készített Monos József. Ezekkel fogok lőni 6 darabot, és 6 darab Power Flight-ot fogok még kilőni. Ezek karbonnyilak. Lássuk, hogy mit tudunk kiszedni belőle. Kimértem 100 métert ettől a ponttól, ahonnan most lövök, úgyhogy onnan fogok továbbra mérni. Lássuk, hogy mit tudunk kihozni ezekből a nyilakból és ebből a fantasztikus, brutális íjból. Jöjjön a második lövés. Kicsit fárasztó lesz, azért van itt erő. Hát, ezek elmennek. Kicsit ellök őket. Akkor induljunk, lássuk, hogy mit is csináltunk. Ezeket a nyilakat azért jól eltolta magától a fekete ég. Egyelőre még nem látok egyet se, és itt vagyok a zászlónál. Itt vagyunk a zászlótól. Na, tegyük, nullázzuk le. Le van nullázva, és akkor induljon a séta. Talán egyet látok. Igen. Kettő, négy, öt, hat. Vagyunk az elsőnél. 95 méter, 195 méter. 95 méternél van az első.
második, harmadik 99-nél, és itt van a 203 méter. És 208-209 méter a karbonveszőkkel, és ahogy látjátok, ottan túl van a favesző a pásztán túl, az körülbelül 209, és egy vonalban vele van a másik favesző, az 214 méter, és még megyünk, és ha jól látom, igen, körülbelül egy vonalban van vele az a vesző, 219 méter. Ó, atya-gatya! És itt van 223 méter. És itt az utolsó 229 méter 20 centi. Ott van a pásztor mögött az utolsó, itt vagyok 229 méternél, mert nem álltunk meg. Haladjunk, úgyhogy megvan a 230 méter szerintem, jóval. És körülbelül így vagyunk egy vonalba vele. 200... Nem, még jöhetünk. 241,4 méterre van az utolsó nyílunk, atya-gatya. És onnan messziről, látjátok, a távolban van egy lovacska, hát onnan lőttünk ide, körülbelül a lovacskától. Hát ez nem semmi, azért meg van lőve. Kész vagyunk a mai tesztünkkel, a 63 fontos fekete béget próbáltuk ki. Érdekes eredmény született, 141 méteres csúccsal, amit favesszővel sikerült létrehozzak. És egyelőre ez a saját személyes csúcsom, evel az íjjal. Ahogy láttátok, már minden íjat kipróbáltam, összehasonlítgattam a 41 fontos íjakat is. Minden íjban szerintem van több, az én technikámon is még van mit dolgozzak. Remélem tetszett ez a videó. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, nektek csak egy kattintás az egész, nekem viszont nagyon sokat jelent. Ha kíváncsiak vagytok még ilyen típusú témájú videókra, akkor feltétlenül iratkozzatok fel és lájkoljátok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!